Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb Minecraft videóban. Ma egy újabb custom mapen fogunk játszani, mégpedig a Dumb Ways to Die nevű custom mapen, amit MacMacStein készített. És aki esetleg nem tudná, hogy miről van szó, a Dumb Ways to Die az egy mobil játék. Igazából arról szól, hogy mindenféle kis, hát elég érdekes feladatokat kell megtennünk ahhoz, hogy nehogy meghaljunk. Elég vicces feladatokról van szó egyébként. És hát három életünk van. Át kell jutni ezeken a feladatokon, tényleg, hogyha még nem ismernétek, akkor töltsétek le, egy ingyenes alkalmazás, nagyon kis szórakoztató játék. És MacMacStein egyébként róla annyit kell tudni, hogy nagyon király pályákat szokott készíteni, egyedi modellekkel, textúrákkal, láthatjátok, ez a kezdőképernyő. Tehát már bent vagyok a játékban, ha megnyomom az escape-et, akkor ez jön ki a játékmenü, nem pedig a kezdőlap, ami azt jelenti, hogy nem a kezdőlapon vagyok, hanem már bent vagyok a játékban, ez már a pálya. És ez a kezdőkép fogad, ami eleve elképesztő, hogy ezt így meg tudta csinálni. És a háttérben ezek a kis figurák, illetve ezek a kis grafikus elemek sem csak odarajzolt valamik, ezek a játékban is megjelennek majd. Úgyhogy vele kapcsolatosan, illetve a pályával kapcsolatosan minden információt megtaláltok majd a leírásban. Hogyha leszeretnétek tölteni a pályát, akkor azt ott meg tudjátok tenni, illetve a csatornájához is találtok majd linket. Hogyha érdekel titeket a munkássága, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel rá. Egyébként én nemrég írtam neki egy levelet, ugyanis a honlapján van egy olyan lehetőség, hogy ötletadás, tehát ötleteket lehet írni a következő pályához. Én írtam is neki egyet, hát kétlem, hogy ebből lesz valami is, de hogyha lesz, akkor mindenféleképpen ki fogom játszani azt a pályát, mert nagyon várom, de egyelőre erről még nem mondok többet. Úgyhogy szerintem akkor vágjunk is bele. Hogyha tetszik nektek ez a videó és szeretnétek még ilyen tartalmat a csatornán, akkor mindenféleképpen jelezzétek ezt egy lájkkal. És hogyha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. És szerintem akkor vágjunk is bele. Azt írja, hogy jobb klikkel kell kezdeni. Oké. Ugranunk kell? Jaj. Oké, ez nem jött össze. Nem tudtam, mivel kell ugrani. Viszont meg kell enni a burgereket, ezeket a hamburgereket. Megettük. Oké, aranyat kell találni. Középsőbe van. Jobb klik, oké, meg volt. Át kell ugranunk. Most ugrás. Oké, még az irányításhoz hozzá kell szoknom, mert elég érdekes. Most már gyorsabb lesz a játék. Ja, oda. Jaj, lehet kicsit túlment. Az igen! Ja nem, leesett akkor ezek szerint. Egyél, haver. Gyerünk. Tömd a bendődet. Gyerünk. Finom kis hamburger. Oké, itt jobb klikkel kell ugrani. Én space-el próbáltam, meg enterrel. Hát... Oké. Akkor lehet, hogy nem jobb klikkel kell ugrani. Hát utána néztem, és elvileg jobb klikkel kell, lehet, hogy csak túl későn nyomtam meg. De akkor vágjunk bele még egyszer, ez most egy kicsit rosszul sikerült ez az első próbálkozás, de hát hozzá kell szokni, elég nehéz lesz ez a pálya, én úgy érzem, úgyhogy folytassuk szerintem. Át kell ugranunk a platformra, fönt egyébként megy az időcsík, azzal át kell beérnünk, oké, na akkor most jobb időben, jobb klik, aha, tehát lassabban ugrik. Aha, tehát akkor jóval hamarabb kell, oké. Ajaj, menjen haver, össze kell kötni a vezetéket, piros a piroshoz. Oké, okay, burgerevés, hamburger. Gyerünk, három életem van egyébként a jobb felső sarokban, láthatjátok. Hú, ez most egész gyorsan ment. Jó, megint tenni kell. Gyerünk, egyél. Jó, finom, igaz? Milyen sajtos hamburger, vagy milyen? Oké, okay, menjünk megint, nem tudok beszélni. Jajaj, gyerünk, futás. Fuss haver, megráz az áram, ez az. Épp időben. Oké, okay, ugrás következik megint. Nagyjából a mobiljáték is ilyen stresszes egyébként, tehát hogy... Nem hiszem el. Oké, okay, még van két életem. Ugrás! Jaj, ne azt túl! Nem sikerült, már csak egy életem van. Na majd most. Oké. Okay. Hú, ez már nagyon gyors volt. Jó, hol vagyunk? Sárga-sárgához. Gyerünk, futás. Menjél, haver. Fuss. Ne, beakadtam. Menj. Épp időben. Oké. Okay. Ne! Olyan gyors volt! Jó, ez már egy fokkal jobban ment egyébként. Már messzebb jutottam, és már nagyon gyors volt a játék. Tehát tényleg tovább jutottam, mert az első próbálkozásnál lassú volt a játék, és még úgy is veszítettem. De most messzebbre jutottam, viszont még vannak szerintem olyan játékok, összesen 7 vagy 8 játék van a pályán, úgyhogy szerintem még ezeket nézzük meg. Úgyhogy megint hamburgerevés következik, ez a gyerek nagyon jól jár itt. Folyamatosan csak ennie kell. Oké, okay, vezeték csatlakoztatás következik. Villanyszerelők lettünk. Oké. Okay. Jó, most figyelni kell. Számomra ez a legnehezebb játék egyébként. Ez a ugrálgatós.
Ezt valahogy nem tudom bemérni. Aha, ez nem, mint a Flappy Bird. Értem. Ki kell kerülni a repülő galambokat. Jó, ez könnyű. Ez tetszik. Mondjuk a nehezebb fokon, amikor már gyorsabb lesz, lehet, hogy nem fogok ennyire örülni neki. Megint hamburgerevés jön. Gyerünk, egyél. Finom volt, igaz? Majd még találkozunk. Oké, most már gyorsabb lesz, figyelj. Ugrás. Oké. Nagyon szépek a modellek, azt el kell mondanom, azt. Szerintem ez magától értetődik, hogy elképesztőek. Mert tényleg zseniális munka, és valószínűleg rengeteg idő áll mögötte. Mert ezt megcsinálni Minecraftban egy ilyen uralkotást azért elég nehéz lehet. Oké. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Jó. Gyorsabb játékmód következik. Jaj, megint ez jön, ezt nem szeretjük. Oké, menj, 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 ne állj meg. Hogyha neki ütközünk, akkor végünk van. Oké, nagyon jó. Ez nagyon király. Egyél, jaj, jaj, elfelejtettem. Egyél! Gyerünk, tömd magad. Úgy, úgy. Ügyes vagy. Jó. Galambok jönnek, jajaj, hú de gyorsak ezek, vadászgépek vagy mik ezek? Gyerünk, közöttük, oké, nagyon ügyes voltál. Jaj ne, ez most nagyon gyors lesz. Ugrás! Ugrás! Ez ilyen reflexjáték. Ó, győztünk! Megnyertük, na végre! Ez az, ez volt a harmadik próbálkozás szerintem. És már sikerült, amin nagyon örülök. Oké, szerintem játszunk még egyet, ez nagyon mókás. Jó, megint galambvadászat, vagyis hát nem vadászat, inkább galambkerülés követ. Oké. Okay. Ez jó. Oké. Okay. Ennek kicsit más az irányítása ennek a aranytalálós játéknak. Mert több gombot kell használni. De megnéztem róla külön egy videót, hogy hogy kell, úgyhogy annyira azért nem ment rosszul. De szerencsére túl jutottunk rajta. Oké, okay, megvolt az evés mára. Jó, hát akkor nem, úgy látszik, hogy... jön a vacsora. Kis ráadás. Még lehet, hogy már ez desszert. Oké, megint ugrás. Gyerünk. Jó lassan ugrik ez a gyerek. De nem baj. Na, jön még? Nem jön több. Oké, viszont galambok azok jönnek. Szerintem ez még könnyebb is egyébként, mint maga a Flappy Bird játék. Még nem nagyon játszottam vele, de... gondolnám, hogy könnyebb. Középen van. Ezeket mindig szerettem az ilyen játékokat. Ezekben jók voltam. Jók voltam. Szép volt. Oké, nem baj, most nem ez a lényeg. Egyél, egyél, haver. Úgyni, finom volt, igaz? Jó. Menj, száj! Superman! Tényleg, mitől repül egyébként ez a gyerek? Oké. Közép, jobb, közép. Ott van. Ajaj, ez gyors lesz. Jaj, már most félek. Az nagyon közel volt. Oké, ne jön még? Ó, megint nyertünk. Ez az. Akkor idáig 4-et játszottunk, és ebből 2-t megnyertünk. Jó. Ez idáig egy viszonylag jó arány, szerintem. Szerintem játszok még egy utolsó kört. Abban reménykedek, hogy azt is megnyerem. És akkor 3-2 arányban viszonylag jól zárjuk majd ezt a videót. Úgyhogy játszunk egy utolsót. Ú, ez már rég volt. Ez a játék. Jaj, ez szélre ment nagyon... Oké, még belefért. Jó, itt már könnyebb lesz. Jobb oldalon van. Oké. Okay. Ugrás. Ez még itt könnyű az elején. Megvan még mindhárom életem, ennek örülök. Jó, galamb kerülgetés következik. Menjél, haver. Úgyni, ügyes vagy. Jaj, nehogy rásél. Hú, azt hittem, hogy ha földre érek, az is megöl, de nem. Szerencsére. Jaj, ja, ez már gyorsabb lesz. Ez már a második szint. Oké. Okay. Idáig szép. Elvileg nem jön több. Oké. Okay. Jaj, ne, ezt nem szeretem. Ez már sokkal... Jaj, ez... ez nem lesz jó. Igen, már csak 2 életem van. Oké, okay, nem baj. Megcsináljuk. Középen van. Jó. Itt nem kéne elrontani. Középen... Jaj! Majdnem túlnyomtam. Oké. Okay. Ott maradj. Úgyne. Hűha, még gyorsabb. Ez már harmadik szint. Ez nem fog menni. Nem, túl messzire ment. Fenébe. Nem baj. Még van egy életünk, azt nem kéne elrontani. Jobb oldalt van. Huha, na itt kell figyelni még. Jaj, oké. Okay. Jaj, jön még, jön még. Oké, okay, megvan. Ne gyere több. Oké. Okay. Jaj, ez is nehéz lesz. Majdnem neki mentem szegény gala. Ne. Nagyon kicsi múlott, nagyon kicsi múlott. Az vagy, egy kicsit addiktív ez a pálya, és most újra akarok játszani.
Mondjuk még nem járunk olyan túl soknál. Ez volt nagyjából az ötödik próbálkozás. Jó, akkor menjünk el hétig. Menjünk el hétig. Jöjjön még egy kör. Oké, középen van. Jó, akkor ez most a hatodik kör. És idáig van két nyerésem és három veszteségem? Szerintem igen. Ja, ez rég, ez nagyon rég volt már, mert teljesen elfelejtettem, hogy hogy kell. Jó, annyira azért még nem rossz a helyzet. Ó, ez se volt még. Meg kell találni a kincset, viszont itt ilyen bombák jönnek. Aha, ilyen mágnessel fogjuk idehozni a ládát. Jó, megvan. Ez is jó volt ez a játék. Viszont ideig nem találkoztunk vele, nem tudom miért. Úgy látszik, akkor tényleg véletlenszerűen sorsolja, hogy mikor mi jön. Milyen? Jajaj. Kék kell nekünk, kék kell. Akkor még megyünk tovább. Nagyon fut az idő. Gyerünk! Ah! Oké. Ahó. Nem ennek kéne jönnie. Megnyertük. A izének kellett volna jönnie, tudjátok, a kincsvadászatnak, de mi a vezeték összekötős játékot kaptuk, csak már nem voltak ott az akadályok. Nem baj, kaptunk egy ilyen potya nyereséget. Végül is, ha mondhatom így. Jobb oldalt van. Na most remélhetőleg ez már működik. Sárga? Oké, mindig egy kicsit kapcsolnom kell, hogy mit hova. Jaj, ne! Ez nem fog menni! De! Ezek a hangok, amiket kiadok közben. Jaj, össze-vissza! Igen. Kicsit elbénáztam. Oké. Most ez mi volt? Egyszerre nyertem és veszítettem? Igen, tehát nyertem. Viszont egy kicsit veszítettem is, de azt hittek, hogy nyertem, tehát akkor ezt nyereséges körnek számítjuk. Kicsit érdekes volt, volt egy potyan nyerésünk, aztán egy félig nyerésünk, félig vesztésünk, úgyhogy érdekes volt. Akkor ez volt a hatodik kör, akkor most hármat veszítettem és hármat nyertem, úgyhogy akkor most ez a végső hetedik kör fogja eldönteni, hogy mi lesz az eredményünk. Hát akkor vágjunk bele. Jobb oldalt, most már bal oldalt van. Ó, ez is rég volt már. Már régen evett, biztos éhes volt a kis narancssárga barátunk. Ez is viszonylag... Hé! Eltűnt a csík! Hova lett? Hát ez így nem jó, csak úgy elveszítettem egy életpontot. Az azért úgy nem tetszett. Eltűnt a csík magától, pedig elsengedtem a gombot. Az a helyzet, hogy csörgött a telefonom és le kellett állítanom a játékot, úgyhogy nem tudom, hogy hova fogunk esni. De akkor nézzük meg. Rossz helyre. Jó, már akkor csak egy életünk maradt. Jó. Ez még menni fog. Oké, ezt meg kell őriznünk, ezt az életet. Ezen múlik minden. Hogy zárul ez a videó. Jaj, egyél, haver, ügyes vagy. Oké, arany, ez menni fog. Közép, bal. Bal. Bal? Azt hiszem. Igen. Hüha, még gyorsabb ez a harmadik szint. Azt hiszem. Hüha. Menj, ne! Aff, ne! Ezek a galambok. Mindig fölfele akarok menni, pedig most jobb lett volna, hogyha lefele megyek, mert nem tudtam időben emelkedni. Na jó, hát igazából viszonylag jól sikerült. Én rosszabbra számítottam, mert nehezebbnek tűnt, de igazából nagyon kis mókás, és tényleg elképesztő, hogy ilyeneket lehet csinálni Minecraftban. Ez hihetetlen. Folyton olyan pályák jönnek ki egyébként a piacra, amik megdöbbentek, hogy ilyeneket tudnak csinálni a pályakészítők, és ez valószínűleg csak tovább fog fejlődni majd a későbbiekben. Úgyhogy, hát le a kalappal megint csak a készítő előtt. Köszönöm szépen a figyelmeteket, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és jól szórakoztatok. Hogyha ez így volt, akkor kérlek nyomjatok rá a like-ra, illetve a feliratkozásra, hogyha még az utóbbit nem tettétek volna meg. És ne felejtsétek el megosztani a videót, valamint írjatok valamit a komment szekcióban a videóval kapcsolatban. És tényleg köszönöm szépen a figyelmeteket, a letöltési link ott lesz a leírásban. Sziasztok!